A magyar kultúrának nem képezik részét olyan mesék, amelyekben két királyfi lesz szerelmes egymásba, vagy éppen transzneművé válik az egyik szereplő. Életveszélyesen megfenyegették a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettesét, miután pénteken a sajtótájékoztatóján ledarált egy olyan mesekönyvet, amely szerinte a homoszexualitást propagálja. Az akció hatalmas botrányt kavart. Népszerű művészek kritizálták Dúró Dórát, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése pedig közleményében azt írta, hogy a politikai célú könyvrombolás Magyarország és Európa legszégyenletesebb történelmi emlékei közé tartozik. Dúró Dóra országgyűlési képviselő, vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hallhattuk a bejátszóban, hogy meglehetősen nagy vihart kavart az ön akciója, performance, nagyon sok, főleg balliberális elkötelezettségű művész, hát kiborult rajta. Mennyire érdekli önt az, hogy mit mondanak, vagy hogyan minősítik az ön akcióját? Semennyire. Engem azok a gyerekek érdekelnek, akiknek a biztonságos és egészséges neveltetését úgy gondolom, hogy az államnak, a politikának és a szüleinek is kötelessége biztosítani. És azért emeltem fel a szavamat ez ellen, a propaganda ellen, mert úgy gondolom, hogy ez rossz hatással van a gyerekekre. Nem való a gyerekszobákba ilyen homoszexuális propagandakönyv. Nem szabad meséket meghamisítani azért, hogy valakik a saját frusztrációjukat kiéljék. Honnan volt meg önnek ez a kötet? Beballagott egy könyvesboltba és megvette? Így van. Beleolvasott? Természetesen. Hát olyan részek vannak benne, olyan részek vannak benne, amelyek egyértelműen normálisnak próbálják meg bemutatni azt, ami valójában nem az. Például... Tudna példákat mondani? Igen. A fiúk hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. Két férfi. Igen. A táltos nők szíve vágya, hogy nemet váltsanak, vagy az egyik kérés az egyik szereplőnek, hogy tett, hogy ne legyek nő többé, változtass férfivá, de van benne olyan rész, amikor egy kisfiú azon polemizál, hogy ő miért nem hordhat női ruhát. Tehát ilyen eszközökkel van elrejtve tulajdonképpen a mesékben ez a propaganda. Ami nem csak azért felháborító, mert a gyerekeket meg kellettől óvni, és óvodáskorú 3-4-5-6 éves gyerekekről beszélünk, akiket kifejezetten megcéloznak ezek a mesék, hanem gyakorlatilag ugye átírtak népmeséket, ami egy hamisítás. A véleménynyilvánítás szabadságába belefér ön szerint egy ilyen könyv? Úgy gondolom, hogy nem. Tehát a gyerekeknek joguk van ahhoz, hogy normális körülmények között nőjenek fel, és hamisítani meséket nem csak azért nem lehet, mert ez nem való a gyerekeknek, hanem ez gyakorlatilag a kultúránknak a meghamisítása is. Tehát a népmesékben nem szerepelnek homoszexuális királyfik. A magyar kultúrának nem része az, hogy mi olyan meséket mondjunk el a gyerekeinknek, amikben transzneművé akar válni az egyik szereplő. Ellenben nagyon fontos alapigazságokat fogalmaznak meg a népmesék, amelyeket szájhagyomány útján generációról generációra adtak tovább az emberek az újabb és újabb nemzedékeknek. És ezek rögzítették azokat a normákat, amik az adott közösségben léteztek, és az erkölcsi szabályokat is meghatározták. Nem véletlennek azok a motívumok, amelyek ezekben szerepelnek, tehát egy mesének sokkal nagyobb jelentősége van, mint azt elsőre gondolná az ember egyébként, és a Mi Hazánk mozgalom szerint nem csak a homoszexuális propagandától kell megóvni a fiatalokat, a gyerekeket, hanem attól is, hogy ilyen valótlanságok kerüljenek bele a meséinkbe. Hány darab ilyen kötet volt, amikor ön bement a könyvesboltba, és megvette, sok volt belőle? Nagyon nehezen volt elérhető, hála Istennek, akkor, amikor mi ezt megvásároltuk. Néhány csak darab azért, volt mert most azt kommunikálják, hogy az ön akciójának a hatására az eladási listák élére ugrott ez a könyv, és nem lehet hozzájutni. Én magam is nagyon sok olyan levelet kaptam a szimpatizánsainktól, hogy köszönik, hogy felhívtam erre a figyelmet, és ők megveszik azért, hogy mások ne tudják a gyerekeknek odaadni. Tehát ez is elindult, sőt kaptam egy olyan fényképet is, amikor valaki a WC-papír tartó helyére tette ezt a könyvet, így is kinyilvánítva a véleményét. És ez azért is nagyon fontos erről beszélni, mert nem véletlen az, hogy a gyerekeket célozza meg ez az agresszív, egyre agresszívebb homoszexuális propaganda. Nem például a nagymamákat akarják érdekes módon érzékenyíteni, mert a környezeti hatásoknak igenis fontos szerepe van a szexuális magatartásnak a kialakulásában. Erre ugye több magyar és külföldi tudós is felhívta a figyelmet, hogy nem véletlen az, hogy ha valaki
tehát hogyha valakit olyan hatások érnek már gyerekkorában, vagy tinédzserkorában, amelyek hatással vannak a szexualitásának a kifejeződésére, az befolyásolja őket. Ön kapott fenyegető üzeneteket is. Tudta azonosítani, hogy kitől kapta ezeket az üzeneteket? Vannak olyanok, amelyeket tudtam azonosítani, vannak, amelyeket nem tudtam. Mivel fenyegetik el? Hát olyasmi üzeneteket kaptam, hogy engem kellett volna ledarálni, vagy óvatosan menjek ki az utcára, és ehhez hasonló. Sőt, hát rengeteg obszén, trágár tartalmú üzenetet is kaptam. Minek tulajdonítja ezeket? Hát valójában azok, akik ezeket üldik, a homoszexualizmusnak az elfogult egyedei, akik valójában azokat az értékeket, mint ami a tolerancia, vagy a másság tisztelete, amire olyan nagyon gyakran szeretnek hivatkozni, azt ugye ők nem tudják gyakorolni. Tehát, hogyha nekem más a véleményem e tekintetben, mint nekik, akkor ilyen fenyegető, trágár üzeneteket küldenek el. Ami azért is nagyon abszurd, mert évről évre egyre agresszívabbá válik ez a propaganda tevékenység, és most már óvodáskorú gyerekeket céloznak meg ezzel. Tehát én azért is folyamodtam ehhez az eszközhöz, mert úgy gondolom, és a Mi Hazánk mozgalomban úgy gondoljuk, hogy megállt kell ennek parancsolni, és azt kell mondanunk, hogy eddig és ne tovább az óvodáskorú gyermekeket, a fiatalokat meg kell ettől óvni. Sőt, sokkal inkább kellene őket felkészíteni a családi életre, arra, hogy ők milyen szerephez fognak jutni a családjukban, apák és anyák lesznek. Azért is van sajnos ennyi válás Magyarországon, mert erre semmilyen környezetben nem készítjük fel tudatosan a fiatalokat. Nem emiatt a könyv miatt? Vagy nem a könyv miatt, hanem azért, mert a családi életre nevelés az nem jelenik meg tudatosan a családokban sem sok esetben, illetve a különböző intézményekben, vagy a kultúrában, ha már itt éppenséggel a ezzel tudnék vitatkozni, a válások voltak addig is, amíg a hagyományos családmodellek jelentek meg a könyvekben, mégis voltak válások. Nem volt ilyen nagy mértékű. Ha most hozzájutna még egy ilyen könyvhöz, ledarálná újra? Természetesen. És mit gondol, hogy lehetne meggátolni? Önök azt szeretnék, hogy ez a fajta propaganda eljusson a gyerekekhez, vagy eljusson az óvodákba. Hogyan gátolnák meg ezt? Hát egyrészt felhívjuk erre a figyelmet, hogy ez sikerült. Ez azért is nagyon fontos, mert rendkívül sunyin terjesztik egyébként ezt a propagandát, tehát hogyha az ember megfogja és gyanútlanul bemegy egy könyvesboltba, ezen semmilyen módon nincsen feltüntetve, hogy ebben egyébként szexuális tartalom van, vagy olyan szereplők vannak benne, vagy ebben úgy írták át a meséket, hogy ezek a abnormális devianciák belekerültek, tehát hogyha valaki éppenséggel ajándékba akarja csak megvásárolni ezt a mesekönyvet, vagy egy mesekönyvet, az simán leveszi a polcról, és gyanútlanul elviheti. Nagyon rövid választ kérnék. Törvényjavaslat formájában megfogalmaznák ezt a tiltást? Természetesen dolgozunk rajta, és keressük annak a jogi lehetőségét, hogy a gyermekvédelem szempontját az hogyan tudjuk hatékonyabban érvényesíteni az ilyen propaganda kiadványokkal szemben. Dúró Dóra, köszönöm a helyét. Köszönöm a lehetőséget.